A közelmúltban még 74 településen volt valamilyen belvízvédelmi készültség Szabolcs-Nábeleng megyében. Ehhez nyújtott anyagi és szakmai segítséget a vízügyi igazgatóság. Több önkormányzatnál áttekintették a védelmi feladatokat, meghatározták a szükséges beavatkozásokat, a védelmi munkákat eszközökkel is segítették. 44 ezer darab homokzsákot, több száz fáklyát, szivattyúkat biztosítottunk, nyomócsöveket biztosítottunk az önkormányzati védekezéshez is. Jelen pillanatban is még körülbelül 40 önkormányzatnál van belvízvédelmi készültség. Most a legfontosabb feladat, hogy a területen és a csatornákban lévő vizet minél hamarabb kihasználva az időjárást a befogadókba juttassák. A csapadékszegény időszakot arra lehet kihasználni, hogy a rendszer gyenge pontjait megerősítsék, tette hozzá az igazgató. Közel 300 zsilip napi ellenőrzése és több száz áteresz biztosítása is a feladatok között van, hangzott el a Védelmi Bizottság ülésén. A becsatlakozó csatornák kotrását mintegy 100 kilométeren kell, hogy elvégezzék, amelynek az egyharmadán már befejezték a munkálatokat. Ezek elsősorban a vízgazdálkodás társulások kezelésébe vannak. Az ülésen az anyagi kérdések is napirenden voltak. Mi saját költségvetésünkből gazdálkodunk, tehát plusz pénzt erre a védekezésre nem folytottunk. Itt elsősorban üzemanyag, illetve zsák költségünk van. 105 ezer zsákot építettek már az önkormányzatok, amit tőlünk kaptak, hát 35 forintjával számolva már az sem egy kevés pénz, illetve természetesen az üzemanyag, amit a kollégáim a gépkocsiknál használnak, valamint a viszmajor ellenőrzések, hiszen abban is közreműködünk, ott pedig több mint 100 viszmajor ellenőrzés történt az elmúlt hónapban. Megyénkben összesen 1500 lakóházat veszélyeztet a belvíz, 11-et pedig már le kellett bontani. Éppen ezért egyszerűbb és gyorsabb beavatkozást ígértek a Megyei Védelmi Bizottság keddi ülésén a hatóságok résztvevői. Itt konkrétan Újfehértóról van szó, olyan határozott tervezetet fogadunk el, amely alapján mentesíthető lesz Újfehértó további terhelése és egy műtárgy építésével átvezethető a Újfehértót fenyegető belvíz jelentős része. A tervezési feladatokkal a társszervek végeztek, így rövid időn belül kiépülhet az a csatornarendszer, amellyel az Újfehértóra érkező vizek elvezethetőek lesznek. A Védelmi Bizottság emellett döntött a Viszmajor források gyorsabb lehívásáról is.